Egyre több a patkány a marcalvárosi Pálcai Pál utcában. Ennek köszönhetően több lakossági bejelentés is érkezett a városrész önkormányzati képviselőjéhez. Rózsavölgyi László kezdeményezésére a Győr Szól egy rágcsálóirtásra specializálódott vállalkozót bízott meg a feladatra. Folyamatosan kapjuk a jelzéseket, hogy jönnek a patkányok, itt van a tavasz, és aki a Marcalváros 2-nek az egyik erősséges előnye az, hogy közelünkben van a kiserdő, de van egy hátránya is, hogy a patkányok bizony a kiserdőből jönnek a lakótele felé, hiszen itt a tavasz. Ugyanakkor meg nem szabad, azt szeretném, ha tudnák a kedves lakók, hogy reagálunk mindig, tudunk róla, de nem patkányirtásról, hanem patkánygyérítésről beszélünk, az azt jelenti, hogy eltűnni nem fognak, azonban a lakók bejelentik és segítik a bejelentésük az, hogy hol találkoznak éppen patkányokkal, akkor a szakemberek kijönnek és a problémát gyérítik, nem megszüntetik. Csak egy specialista képes jelentősen gyéríteni a patkányállományt, hiszen ezek a kellemetlen rágcsálók jól alkalmazkodnak a városi élethez, és gyakran túljárnak az ott lakók eszén is. Sipák Roland cége már közel 50 éve foglalkozik rágcsálóirtással, így a vállalatnál már jól ismerik a leghatékonyabb módszereket. Véralvadás gátlószereket használunk, általában ez az, ami teljesen elfogadott. Ez egy olyan 4-5 napos hatóideje van, tehát egy olyan 4-5 nap alatt pusztul el egy patkány, hogyha ebből fogyaszt. És ezeket hol helyezitek el? Általában csatornákban, vagy pedig olyan patkányjáratokban, lyukakban, ilyen helyekre szoktuk elhelyezni, hogy ne férjenek hozzá se emberek, se gyermekek kisebb dolgokba, és akkor ezt ezért így kell kezelnünk. Így néznek ki ezek a kis eldugott véralvadásgátlószerek, melyek igen hatékonyak. Azonban ahhoz, hogy ezt el is fogyasszák a kártevők, a lakosság segítségére is szükség van. A lakosság beleszórja a csatornákba, a WC lefolyókba közvetlenül az élelmiszer hulladékot. Ez nagyon megnehezíti a munkánkat, mivel hogy előbb elfogyasztja a patkány ezeket a lakossági hulladékokat, mint az írtószereket. Ez nagyon nehezíti a munkánkat. Viszont nagyon megkönnyíti a munkánkat az, hogyha kapunk lakossági bejelentést, hogy hol vannak azok a gócpontok, ahol nagyobb számmal jelennek meg ezek az állatok, mert oda általában 24 órán belül ki fogunk érni, és akkor orvosoljuk a helyzetet. Az önkormányzat, a Győr Szól, a Pannonvíz, valamint a Sipák Szól Kft. Közös erővel igyekszik megfékezni a helyzetet, és negyed évente minden városrészben igyekeznek alapos munkát végezni.